Nem csak papíron, a valóságban is elkezdték a Maros-Szentgyörgyi Mária Fikastély felújítási munkálatait. Az elmúlt időszakban kijavították a műemléképület megrongálódott tetőzetét, megerősítették az alapzatát, illetve a falakat. A teljes körű felújítást 2 hét múlva kezdik el, és 2019-ig kell befejezzék. Az épületben egy kulturális központ kap majd helyet. Tábla jelzi a munkálatok kezdetét ennél a Maros-Szentgyörgyi műemléképületnél. A kastély jelenleg még igencsak leromlott állapotban van, a munkáknak azonban már van látszata. Felújították a tetőszerkezetet, megerősítették a gerendákat tartó falrészeket. Új csatornarendszert szereltek fel, hogy az esővíz ne károsítsa tovább a falakat. A munkálatokat a helyi költségvetésből finanszírozták, viszont a jövőben mindezt egy Európai Uniós pályázati forrásból fogják fedezni. A helyi alapokból megerősítettük, hogy nehogy összeomoljon, mert ennek a határán állt, és a tetőszerkezetét is felújítottuk. Most pedig egy Európai Uniós pályázatot nyertünk meg, amelynek következtében teljes mértékben felújítjuk az épületet, és a pályázat összértéke 1 millió euró. A kastélyban egy kulturális központot terveznek. Ebben többek közt képtár és hangversenyterem is helyt kap. Többek között lesz egy terem, ahol ilyen hangversenyterem lesz. Ugye van egy csomó kórusunk a faluban, lesz koncertek. Lesz egy kiállító terem, van egy csomó festőnk a faluban, akik járnak utána festésekre, és lesznek kiállítva a festményeik, vagy fotókiállítások. Lesz egy kis falumúzeum be az egyik terembe behelyezve. A faluban összegyűjtett régészeti leletek lesznek majd ott kiállítva. És lesz majd a főcíten szeretnénk egy kis ilyen kávézót a turistáknak. A kulturális központ mellett egy turisztikai központot is terveznek ide. A látogatók a község múltja mellett Erdély történelmét is jobban megismerhetik.